Korán kell ahhoz kelni, hogy ha nem is aranyat, de igazi kincset találjunk a bolha piacon. És ez még nem elég, türelmesen és módszeresen kell átnézni mindent, mert egy régi cipő mellett megbújva is találhatunk valami olyat, ami nekünk kedves vagy régóta keressük. A kis fehér elefántról a konyhai evőeszközökig tényleg nagyon széles a paletta, és úgy veszem észre, hogy szeretnek az emberek turkálgatni, de főleg a 100 forintos dobozokat kedvelik. A környéken Felső-Tárkányban, Andornak táján és Makláron régóta működik bolhapiac. Egerben az elmúlt évben az amerikai mintát követő garázsvásár maradt azoknak, akik szeretik a vásárlásnak ezt a formáját. Mindenkinek azt mondom, hogy a legjobb dolog, amit tehet vásárlás terén, hogyha nem föltétlen a újat és a nagyon drágát veszi, mert aki megpróbálja, az szinte biztos, hogy talál magának sokkal jobbat is. A bolhapiac trendi is. A környezettudatosság része, hogy a megunt holmiktól ilyen módon szabadulunk meg. Szerintem lehet, hogy van jövője. Legyen jövője. Már egyre több lesz a használt dolog, amit kidobnak. És szerintem nem kéne kidobni. Egyszerűbb idehozni. Azt kap is érte valamit. Reggel 7-től zárásig folyamatos volt az érdeklődés, délig több ezren keresték fel a piaccá vált iskolaudvart. A Balassi udvarán 2 hét múlva rendezik a következő vásárt.